No i średnio łatwo, na szczęście tam chyba, na środku ręki, na sobie to było w głowie. Ujadę. Ma sincs valami nagy tömeg, pedig nagyon idilli, kellemes idő van, szélcsend, és ez az igazi nyári, nem is néztem hány fok a 20-30 között. Szóval 20-30 fok közötti idő a legjobb. Mondhatni paradicsomi, idill, nagyon frankó. Ennél jobbat nem is lehet kívánni. De talán 25 van a legjobb. A legjobb hőmérséklet, a legjobb páratartalom, mert nem tök száraz. Van valamennyi nedvességtartalom. Az eső után már nem sok, pont jó. Még sincs senki, illetve egy mamival találkoztam, aki jött szembe túrázni, illetve túloldalon látok egy kerékpáros még, meg még a kifelé úton egy csapat gyerek. Két kísérővel. Ennyi volt az összforgalom, ami nem autós, hízós. Már ugye igazi edzős, tempózós embert nem láttam még. És az a kör negyede, ugye a távfele. Már hogy a hossz távfele. A kör táv negyede. Érted? Na hajtsuk már meg. Nagyon jó! 44-11. Most jön, ne válts vissza, hanem hajtsd meg. Hát igen, ma is kettő kör lett belőle, ami biztos. Második kör negyede jön most. Igen, a hidakvétő kiváltó az a pont a táv fele, az az a kör negyede. Ugye ugyanitt elmondtam ugyanezt, semmiféle ismétlés jellege nincs. De ebben a jó időben mi más lehetne csinálni? Mondjuk hízni, feküdni egy széken, aztán hízni azt lehetne. Jó dagatnak lenni. De nem akarok. Vidám lesz abba hagyni. Hasznos volt.